Sziasztok! Szép estét! Ma este egy ASP nevű programról lesz szó, amiről mindannyian legalább annyit tudtok, mint én. Úgyhogy az a tervem, hogy rövid leszek, hogy ne untassalak benneteket, mert utálom a hallgatóságomat untatni. Egyébként ezt javaslom nektek is, hogy különösen, ha üzleti célra beszélgetek valakivel, akkor ne untassátok. Sokan ismeritek a kereskedelemben használatos Black Friday akciót. Aminél, hogyha szerencséd van, akkor kifoghatsz akár 70%-os árengedményt is, és a DX-en úgy tűnik, hogy kitalált még egy ennél is sokkal jobbat, nevezetesen a 100%-os engedményt. Egy olyan csomagot, amit 100%-ban visszafizet a cég mindenkinek. Ilyen akciót szerintem máshol hiába is keresnénk. A lényeg, hogy minden DX-en tag egyszer, Megcívezhet egy, egy csomagot, amiben azt rak bele, amit csak akar, hogy ez egy úgynevezett ASP csomag lesz, és akkor ennek a csomagnak teljes árát a 100%-át visszafizeti a cég, természetesen nem készpénzben és azonnal, hanem levásárolható kedvezmény formájában. Ennek a csomagnak alsó határértéke van, ez a 100 pont de felső határértéke nincs, tehát belepakolhatsz mindent és bármit a cég termékei közül, és akár a csomagot csinálhat, szemrebben és nélkül vissza fogják adni az árát. Itt van néhány szabály, ugye, hogy az egyes, hogy a vásárlók tetszésük szerint állítják össze a csomagot, azt tesznek be, amit csak akarnak. A másik, hogy a minimális értéke 100 pont, a három, hogy minden csomag értéke a vásárlásot számított, vásárlástól számított három éven belül 100%-ba levásárolható, és hogy minden vásárlásból 10%-ot lehet így levásárolni. Na most mennyi az a 100 pont? Én általában egy ilyen alapkezelésként szoktam javasolni a GL, RG spirulinát, amiből van a 90 szemes GL, 90 szemes RG és a kis spirulina a 120-as, ez 99 pont, tehát ez még nem elég egy ASP csomaghoz, de ha hozzácsapsz egy szappant vagy egy fokrémet, akkor már meg is van a 100 pont, tehát ez lehet egy ASP csomag. Csak ezzel az a probléma, hogy az a 40 ezer forint körüli összeg az lesz a te levásárolható kedvezményed, és még egy ilyen lehetőséged nem lesz, mert csak egyszer vehetsz ilyen csomagot. De, hogyha mondjuk valaki három hónapra előre megvásárolja ezt, akkor Háromszor akkora, mondjuk 120 ezer forint lesz ez a kedvezmény. Ezt nem ragozom, mert biztos vagyok benne, hogy érted. Ahogy mondtam az előbb, a jövőbeli vásárlásoknak a 10%-a lesz levásárolható, és nem ennek a bent lévő összegnek a 10%-a jön le mindig a, a vásárlásodból. Hogyha valaki például 40 ezer forint körüli összeget költ havonta az egészségére, annak ugye a 10%-a 4 ezer forint. Az egy év alatt, rögtön nézem, mert ez fejből nem tudom, az 48 ezer forint. Ennyit tud megspórolni. És mivel az ASP jutalék három évig használható fel, akkor egy olyan embernek, aki 40 ezer forintot költ körülbelül az egészségére havonta, érdemes, egy 144 ezer forintos csomagot megvenni, ASP címén, mert akkor azokkal, vagy ezzel a levásárolható kedvezménnyel a három év alatt a havi 40 ezer forintjával pont le fog fogyni neki ez a kedvezmény, és így három és fél havi, 3,6 tized havi terméket kap meg majd ingyen. Én nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy én senkit nem biztatok arra soha, hogy többet kölcsön, mint amennyi az anyagi lehetősége viszont most egy olyan rész következik, hogy hogy lehetne ezt az anyagi lehetőséget egy kicsit felturbózni, hogy nagyobb legyen. Ugye a, az MLM rendszereknél mindenkinek van egy szponzora, tehát mindenki fölött van valaki. És ez így van a dx ben is. És itt ezzel úgy lehet pénzt keresni a 100 SP csomagokkal, hogy az, aki megvásárolja az ASP csomagot, ő ebből nem kap bónuszt, de a fölötte levő szponzora az 60% visszatérítést kap. Csak összehasonlításként mondom, hogy egy frissen belépett vásárló az 6%-on kezd, egy Star Agent az 21%-on áll, és még a gyémánt is csak 37-et kap, tehát ahhoz képest a 60% az egész komoly visszatérítés és a következő szinteken is van még egyszer egy 10% -e bónusz kifizetés, és még kettő darab 5%-os szint is van. Itt van, igen, ezt már hát most elmondtam, tehát ez a lényege, hogy a 60% az heti elszámolásban van, tehát hogyha ugye lehet is látni egyébként az e hogy a múlt héten neked milyen ASP-s belépőid voltak, már azok után azonnal hetente ki van fizetve ez a pénz. A 10 meg az 5 százalékok -ok, azok mindig a hónap végén vannak elszámolva. Tudok mondani hozzávetőleges számokat is, mert gondolom ez ugye érdekes. Most mivel, hogy az ASP csomagoknak a tartalmát mindenki saját maga rakja össze, ezért nem lehet azt megmondani, hogy egy HSP csomag után ennyi a jutalék, mert mindegyik különböző, de én csak így próbából összeraktam egy olyan 100 ezer forint körüli csomagot, volt benne kávé is, meg volt benne kapszula, meg mindent, és abból olyan 16-18 ezer forint volt ez a bizonyos 60 százalék. Mert ugye nem a csomag teljes árának a 60 százalékát fizeti vissza a cég, hanem az SV értéknek, a sales value-nak, annak a ez az az összeg, amit egyáltalán visszaosztanak a hálózatba. Igen, ez volt ez a rész. Itt vannak a részvételnek a feltételei. Minden tag automatikusan bekerül az ASP programba, nem kell hozzá semmi ASP csomagot venni, vagy, vagy, vagy regisztrálni, vagy nyilatkozatot tenni, vagy bármi ilyesmi. Ahogy egy országba bevezetik ezt a programot, minden DX tag azonnal tagja ennek is, és minden új belépő is azonnal benne van ebben az ASP programban. Minden személy legfeljebb egy ASP csomagot vásárolhat, úgy, úgy, úgy értem, hogy dx kódonként. Aztán a programban való részvételhez nem szükséges ASP csomagot vásárolni, ahogy azt már az előbb mondtam. Az ASP által létrehozott SV érték, ez nem szerepel a hagyományos marketing tervben. Erről majd később lesz szó, mert hamarosan ez majd érdekes lesz az ASP csomag után vagy ASP jutalék kerül kifizetésre, vagy a hagyományos marketing terv szerint lesz kifizetve a bónusz utána. Az ASP által generált forgalom után is jár a ITSI pont, ugye ez a minden évben hirdetett egy utalomutazás, vagy, vagy utazásos szeminárium, pontosan nem tudom, hogy ezt lehet szépen magyarul elmondani. És a legutolsó pont, ugye, hogy a már bent lévő tagok esetében, amikor a programot bevezetik, nekünk három hónap volt az a próbaidő, amikor mindenféle feltétel teljesítése nélkül automatikusan kaptuk ezeket a 60%-okat minden olyan ASP csomag után, amit a közvetlenjeink vettek meg. Az új tagoknál ez 5 hónap, amikor nem kell semmilyen feltételt teljesíteni. Amikor ez az idő letelik, onnantól kezdve mind a két csoportnak, a régieknek és az újaknak is, havi három új belépőt kell teljesíteni ahhoz, hogy benn maradjanak ebben az ASP programban. És ezeknek a belépőknek legalább 100 pontot kell vásárolniuk abban a hónapban, amikor beléptek, tehát a nullapontos gipszjakabok meg a bugajakabok ezek nem számítanak. Hát ezt pont elmondtam az előző diánál, bocsánat. És itt van még egy érdekesség, az, hogy lehetősége van mindenkinek arra, hogy egy évben kettő hónapot, amíg nem egymást követő hónap, szünetet jelentsen be, de ezt előre, azt hiszem, ötödikéig, minden hónap ötödikéig kell az e jelezni, hogy ő most mondjuk a februárt azt szeretné kihagyni, úgyhogy nem teljesíti a, ezt a három új belépős feltételt, és mégis marad a programban, és mégis kapja azokat a bónuszokat. Akár ha abban a hónapban vásárol valaki, aki alatta van egy ASP csomagot, ő akkor is megkapja a 60% jutalékát. Az viszont a jó hír, hogy előre lehet dolgozni. Tehát, hogyha valakinek van egy nagyon jó hónapja, amikor sok belépője van, akkor azzal azokat be lehet spájzolni a jövőre. Úgyhogy ez így tök jó, mert akkor egy kicsit így előre lehet dolgozni, hogy akkor nem is kell szünetet kérni, mert úgyis van annyi belépőd már előre, amint amennyi kell. Van egy extra ajánlat is az első három hónapban, amikor ezt egy országban bevezetik, akkor a DSP csomagoknak a pontjai dupla pontot érnek, tehát megduplázódnak. Ez azért jó, mert hogyha valaki hajt valamilyen üzleti szintre például, akkor végül is fele annyi pontba kerül egy SA, vagy egy meg stb. stb. És ezt érdemes kihasználni, vagy inkább úgy mondom, lassan, hogy érdemes volt kihasználni, hiszen ebben a hónapban már Magyarországon letelik az a, a, az időszak, amikor mindenféle feltétel teljesítése nélkül kapjuk a 60%-os visszatérítést. Még egy fontos dolog, eddig nem mondtam, hogy csak abból a bizonyos 60%-os részből lehet kiesni. Tehát, hogyha valaki egyszer nem tudja teljesíteni ezt a feltételt, tehát az a havi három ember nem lesz meg, akkor kiesik ebből a programból, és nem lehet visszajönni. De ez csak azt jelenti, hogy a 60%-os részből esel ki. Az ASP ugye nem csak a 60%-os szinten fizet, hanem a következő szinten 10, aztán egyszer 5 és még egyszer 5-öt, ebből a 10-ből, meg a két darabból nem esel ki soha. Tehát az mindig megmarad. Itt van még ez a, ez a táblázat, ami fenn van a, a, Facebook csoportban is. Ez egy kicsit riasztó, tegye fel a kezét, aki értette az első pillantásra. <kül> Viszont ez január 31 után érdekes lesz, ugyanis meg kellene érteni azt, hogy hogy fizet egy ASP csomag, majd amikor már letelik ez a, az az időszak, amikor feltétel nélkül lehet kapni a 60 ot Van egy olyan, van egy olyan definíció, amivel egész jó meg lehet érteni, és hogyha ezt megjegyzed, akkor utána már fogod tudni, hogy az a bizonyos ASP csomag most akkor annak számít, vagy nem annak számít. Ugye kezdjük azzal, hogy az MLM rendszerekben minden eladott termék után van bónusz visszafizetés. Tehát azt az, az a bónusz valaki fel fogja venni, ami minden termék árába be van építve. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy ha valaki vesz egy ASP csomagot, ő semmilyen bónuszt nem kap utána, ő 100% visszatérítést kap, ő nem kap bónuszt. Mert hogyha egyébként vásárolsz a akkor te is kapod a saját magad által megvásárolt termékek után, kapod a bónuszt kivéve ha az ASP csomag. És az, hogy az az ASP csomag ő fölötte aztán, hogy fog fizetni jutalékot, azt az határozza meg, hogy az első ember e fölött az ASP csomag fölött, aki jogosult bónuszfelvételre, tehát megvan neki a 100 pontja, na ez az ember benne van még a 60%-os ASP programba, vagy már kiesett? Mert egy ASP csomag után vagy a hagyományos marketing terv szerint lesz bónusz kifizetve, vagy az ASP marketing terv szerint lesz. A kettő nem fog összekeveredni. Tehát, amikor valaki megvette egy ASP csomagot, és fölötte van az első ember, aki jogosult a bónuszra, teljesen mindegy, hogy mennyi van közöttük, ha az az ember már nincs benne az ASP programban, akkor azután az ASP csomag után a hagyományos marketing terv szerint lesz kifizetve a bónusz teljes magasságig, az utolsó szintig is. Ha viszont ez az ember, az az első ember az ASP csomag fölött, és megvan a 100 pontja, tehát jogosult a bónuszra, ő még ben van, akkor ő megkapja a 60 ot tök mindegy, hogy hány ember van a csomag meg ő közötte, akik nem jogosultak bónuszra, és az ő fölötte levő szint az 10 fog kapni, és utána még lesz az a kettő szint, amelyik 5 ot fog kapni. Nem tudom, hogy így érthető-e, a lényeg ugye, hogy ezek nem keverednek, vagy az egyik fajta kifizetés van, vagy a másik fajta, és azt határozza meg, hogy végül is melyik, hogy az első bónuszra jogosult ember benn van még a programban, vagy már nincs. Na most az a rész jön, gondoltam, hogy egy kicsit arról is beszélhetnénk, hogy miért érdemes akár az ASP-vel dolgozni, akár egyáltalán a DX-en építeni. Nem tudom, mennyire jöttél, te lázba ettől a programtól, vagy hogy egyáltalán mennyire aktívan építed a hálózatodat? Nekünk csillával a 2023-as év az üzletileg mindent vitt. A januári bónuszunkat sikerült az év végére megháromszorozni, az idén négy üzleti szintet léptünk előre, és én szeptember végétől csilla pedig három napja ebből élünk, tehát nekünk már nincsen a kapazotti állásunk. Február 4-ére megvan a repülőjegyünk Rómába, elmegyünk öt napra, csak úgy lődörögni, megnézni a várost, megnézni a Vatikánt, meg a múzeumokat, meg ilyesmi. Nem öt csillagos szállodába fogunk megszállni, és nem első osztályon fogunk, fogon, azon fogunk rep utazni, hanem teljesen normál. <laughs> Még csak nem is fapadoson, csak normál repülőjegyünk van. Mert ahhoz, hogy az ember tényleg ilyen luxus dolgokba benne legyen, ahhoz még ennél is sokkal több pénz kell, de én azt gondolom, hogy az már egy szabadság, hogy nem kell senkitől kéreckedni, nem kell szabadságot kivenni. Találunk egy olcsó repülőjegyet, puff leütjük is, már megyünk is. Mi 2011 óta dolgozunk ezért, és ez tavaly sikerült. Ha korábban feladjuk, akkor ez nem jött volna létre. Pedig nagyon sokáig nem ment ez különösebben jól. Az elején elég nehezen ment. És képzeljétek el, hogy a tavalyi év tervezőbe még nem is volt ez beleírva. Az volt beleírva, hogy double diamond szint, és most executive triple diamondok -ok vagyunk. Mi se hittük, hogy ekkorát fogunk tudni dobni. Pedig az áttörés az 2022. szeptemberében megvolt, akkor 64 direktet regisztráltunk szeptemberben. És utána is látszott, hogy ez nagyon beindult. De még akkor se hittük, egyszerűen nem lehetett belelátni ebben, hogy ez ennyire fog menni hogy háromszorozni tudjuk a bónuszt. Ez ugyanúgy lehetséges neked is. Mert lehet, hogy mondjuk a te éved az a 2028-as lesz, amikor ekkorát fogsz dobni. De ha te 25-be vagy 27-be abba hagyod, akkor soha az életben nem. Akkor ez a 28 ez úgy fog eltelni, hogy nem dobsz akkorát. Ezért, ha tényleg akarod ezt, hogy szabad legyél, nem mindenkinek olyan fontos a szabadság, mint nekem. De ha te tényleg azt akarod, hogy szabad legyél, akkor ne hagyd ezt abba. És addig csináld, amíg meg nem tanulod jól csinálni. És itt van az ASP, amivel nagyon klasszul lehet dolgozni, mert szerintem nincsen épeszű ember, aki nemet mond egy olyan termékre, amire neki szüksége van, és még a száz százalékát vissza is fizetik neki. Hát ez egy, ezzel nagyon könnyen lehet embereket megszólítani. Csak ezt is meg kell tanulni, hogy hogy kell embereket megszólítani. És egyszerűen csak lazán kínál fel, és ne görcsölj rá. Én nekem ez volt a bevált gondolat, hogy most is megélek, van mit ennem, hogy nem tök mindegy nekem, hogy az az XY beregisztrál, vagy nem regisztrál be. Elmondom neki, szóval tetszik nekik, ha tetszik neki, akkor beregisztrál, ha nem tetszik, meg nem. Most egy kis promóció következik. Márciusban a szülinapon mi akkor veszük át az Executive Triple Diamond kitűzőt, ezzel szokott lenni mindig egy ilyen kis beszéd, és mi azt tervezzük csillával, hogy elmondjuk azt, hogy milyen volt ez, hogy milyen gondolataink voltak, milyen meggyőződéseink voltak, ami nagyon gátolt a, a sikerességet a hálózatépítésben, és hogy ezeket a gondolatokat hogy írtuk át? Azt gondolom, hogy lehet közületek is olyan, akinek vannak olyan gondolatai, amik egyszerűen akadályozzák azt, hogy haladjon előre. Úgyhogy, ha van kedved, akkor vegyél egyet a márciusi rendezvényre, és hallgass meg ezt az egészet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és ezt meghallgattátok.